Lackfi János 1987 óta publikál. Szülei is számos díjat kaptak irodalmi munkásságukért. Édesapja szintén Olá János volt, ezért vette fel fia a Lackfi nevet. Az ELTE magyar-francia szakán szerzett diplomát 1996-ban, majd az ELTE-n a Magyar Irodalom Történet tanszéken doktorált. Tanított a Szegedi Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is. Több mint 30 könyv szerzője, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt ír. Amellett, hogy ír és tanít, nagyon gyakran találkozik az olvasókkal. Az elmúlt évben 180 esten vett részt. Azt szoktam mondani, hogy a titka az a rossz időbeosztás, tehát hogy mindig azt csinálom, ami nem sürgős, és aztán ami sürgős, az hirtelen nagyon sürgős lesz, azért ilyen huszárrohammal kell leteríteni, és általában sikerült, tavaly ugye volt 180 fellépésem, ezek között volt Törökország, egy erdélyi turné, megjelent 10 könyvem, ami azért persze kicsit csalóka, mert van közt a gyűjteményes, meg van közt egész vékony, még gyerekeknek szóló pici-pici, meg olyan, ami hát több évnek a munkáját öleli össze, korábbi munkákat, de tényleg egy ilyen betakarító időszak, és hát most meg már nagy erőkkel készülünk a jövő évre, mert akkor lesz az 50. szülinapom. Körtvéh Fáji Eszter riporter arról is beszélgetett a szerzővel, hogyan ragadja meg, és hogyan fordítja ki műveiben a mindennapi valóságot. Az irodalmár azt is elmondta, szerinte kell-e ma kortárs irodalmat tanítani az általános és középiskolákban. Lackfi János úgy véli, a kortárs művek segítségével könnyebb megszerettetni a gyerekekkel az olvasást. A humor azért nagyon fontos lehet, mert ha gyomorban komolyan vesszük magunkat, hát ahhoz azért elég sok alternatívája van az olvasásnak. Hogy ne legyen hatással, hogyha jön egy ilyen nagyon szigorú ember, és azt mondja, hogy már nem abban a korban élünk. Egyébként hála Istennek, tehát nem lehet pálcával rávenni az olvasásra, vagy ráverni az olvasásra a gyermekeket. Ellenben, hogyha megmutatjuk, hogy ez izgalmas, hogy ez az életről szól, arról az életről is, ami őket körbeveszi, hogy vannak olyan művek, amelyekben van mobiltelefontól, tabletig és DJ-től bármíg különböző videókig, mindenről említés történik, ami őket körbeveszi, akkor egy kicsit más, hogy nézik ezt a történetet. De jó, hogy tulajdonképpen mi is benne vagyunk ebben a tévében, vagy ebben a videóban, vagy ebben a kontentben. A Bencsvilla jövő heti rendezvényére az opera és operett kedvelő nézőket várják a szervezők.